A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Műsorunk visszatért a nyári szünetről, így ismét aktualitásokkal készültünk. Megmutatjuk, hogyan zajlott a 26. Fezen Fesztivál, valamint ismét vendégünk volt Iszert Boszorkány főpapnő, aki ezúttal is érdekes témákkal érkezett. Tartsanak velünk! Július végén egy nagyot bulizhattak a pop és a rockzene rajongói Székesfehérváron. A következő összeállításunkból kiderül, hogyan zajlott a 26. Fezen Fesztivál. Épültek a sátrak a Fezen kemping területén. A leglelkesebb fesztiválozók már kora délután megkezdték a felkészülést a 4 napig tartó bulira. A pop, rock és mulatos zene rajongói is megtalálhatták a nekik tetsző koncerteket. Volt, aki kifejezetten egy zenekar miatt érkezett bulizni, de kíváncsian várta a többi fellépőt is. Hát többnyire a koncertek miatt belföldi zenészek lépnek fel, azokat jöttem meghallgatni, de most szerdán mondjuk a Betonfit. De sokan jöttek kifejezetten a fesztivál hangulat miatt. Hát már januárban megvettük a jegyet erre a fesztiválra. Nem tudom pontosan, hogy milyen zenekarok lépnek fel, mert amúgy a fesztivál hangulat miatt jöttünk. 5 éve ide járunk, tehát ki sem maradtan az életünkből ez a fesztivál. Szeretünk ilyen fiatalon is ide járni. Akadtak olyanok is, akik visszatérő látogatói a rendezvénynek, és mindig jó élményekkel térnek haza. Körülbelül 6-szor, 7-szerre vagyunk itt. És mi az, amit tapasztaltatok eddig? Hogy nagyon jó kis fesztivál, jó a közönség, családias, barátságos, úgyhogy jövünk még szerintem jövőre is. Kora este pedig kezdetét is vette a 26. Fezen. A tetőfokára hágott a hangulat már a nyitónapon. Az elsők között fellépő Leander Kills csapott fergeteges bulit a Fehérvár színpadon. A zenekar évről évre visszatérő szereplője a fesztiválnak, és az énekes szerint az egyik legjobb élmény a fehérvári közönségnek játszani. Éppen ezért idén is színes repertoárral készültek a bulizóknak. Mi már rutinos zenészek vagyunk, nem nagyon szoktunk készülni, de az egyik legjobb programunkat hoztuk, ami az elmúlt jó pár évben kialakult. Ráadásul a zenekar is megújult, úgyhogy sok jó dologgal készültünk. Akkor ebből árulj el valamit, hogy mégis mik ezek a legjobb dolgok, mi az, ami igazán bevált nektek így az évek alatt? Leginkább a legújabb lemezünkről, arról hoztuk a legerősebb dalokat, és az előző 4-ről klasszikusabbakat, és pörgős programot hoztunk, tehát most mind zongora, végig darálás van. Az énekes elárulta azt is, hogy fogadja mindezt a közönség. A rockzenei közönség mindig olyan, hogy lassabban érnek be a dolgok, viszont annál nagyobbat ütnek, úgyhogy nagyon-nagyon szeretik. És léptetek már fel itt Fehérváron, mi a tapasztalat a fehérvári közönségről? Évente többször is szoktunk itt fellépni, a Fezen Klubban is, meg itt a Fezen Fesztiválon is, imádjuk, az egyik legjobb, és közel van. De nem csak a rock rajongói szórakozhattak az első napon. A közel 10 éves múltra visszatekintő Bagossi Brothers Company táncoltatta meg rajongóit az est folyamán. Nagyon bulis repitre raktunk össze, de benne vannak a legeslegújabb nóták, nem régóta a lemez bemutató koncertünk is, ha úgy tetszik, és kijött az Angyalok a Parklóban címmel az új lemez. Arról is játszunk, a kimaradhatatlan Bagossi nóták mind megszólalnak. Mi jó nagyot fogunk tombolni a színpadon, szerintem a közönség is ugyanezt fogja tenni velünk együtt. Mi az, amit jelent számotokra ez az új album, hogyha egész zenét ki kéne emelni akár, vagy maga az új album, mi az, ami inspirálta ezt a megjelenést? Hát így azt hiszem, hogy az egész 10 éves szülinapunk is azért rájátszott arra, hogy ez a lemez egy különös jelkép lett számunkra, de azt gondolnám, hogy talán mindenkinek így egyöntetően a szép mentés így az új dalok közül a kedvence, és az is lesz ma, úgyhogy azt majd nagyon izgatottan fogjuk játszani. És egyébként azért mindig elég nagy bulit csaptok valóban a színpadon, de számotokra egyenként ti mit jelent színpadon állni, mi az, amit ti tapasztaltok ebből?
Hát valahogy már amikor szerintem megfogtuk a gitárt a kezünkbe 15 évesen, akkor valahogy erre gondoltunk, hogy milyen vagány lesz majd ott állni, ahol a rockstárok álltak annak idején, hogy néztük a tévében, és nagyon jó érzés, most már nagyon sok éve az otthonunkat jelenti valamelyest, és az, ez egy életforma ugye zenésznek lenni, és nagyon jól érezzük magunkat benne, és hálásak vagyunk a közönségnek, hogy általuk ugye azt csinálhatjuk, amit szeretünk. Mi az, amit szeretnétek mindenképpen átadni a zenéjétekkel a színpadon? Azt gondolom, hogy van egy értékrendszerünk, ami szerint élünk, meg ami szerint barátok is vagyunk a zenekar tagjaival, meg van egy ilyen nagy családcentrikus létformánk is, amiket űzünk nap, mint nap, és szerintem a dalaink is nagyjából így ezt tükrözik, ezt sugallják, ha nem is konkrétan kimondva, de azt gondolom, hogy így érzelmileg mindenképp egy ilyen lelkületű zenekar vagyunk, és ilyen lelkületű dalokat is írunk. A zenekar énekese annyit elárult, hogy mindenképpen tervezik új album kiadását, viszont arra őszig még várni kell. A fesztiválozóknak viszont a következő buliig nem kellett sokat aludni. A Valmar srácok nagy színpados koncertje nyitotta meg a csütörtöki napot a Fezenen. A 2018-ban alakult Fonogram díjas magyar popduó megalapozta az este hangulatát. A leglelkesebb fanok ilyen transzparensekkel érkeztek, és tomboltak az első sorban. A Valmar nóták javát azonban még azok is kívülről fújták, akik messziről figyelték a koncertet, hiszen az Úristen, a Pezsgő eső vagy az Éget a nap című dalok hónapokig vezető helyen voltak a rádiós játszási listákon. A csapat fellépését azonban beárnyékolt a Valkusz Milán rosszul léte, akinek a koncert elején le kellett mennie a színpadról. Ez már az egyik legismertebb halott pénzdal. Marsalkó Dávidék most is megmozgatták a közönséget. Az egész koncert alatt közvetlen kapcsolatot tartottak a fesztiválozókkal. A frontember stábunknak elmondta, a zene iránti szeretet élteti őket. Zenéjük mondani valóját pedig a közönségnek is szeretnék átadni. A zene alapvetően nekem az egész életemet végigkísérte, a gyerekkoromat, később, ahogy cseperedtem, úgy a kis életembe a problémákhoz mindig, a kis örömökhöz mindig passzoltak zenék, dalok, szövegek, érzések, és valahogy ez az egész életemet végigkísérte, a zene szeretete, illetve a zene iránti alázat, és a mai napig alapvetően ez motivál, amikor felmegyek a színpadra, vagy amikor egy új dalt írok, hogy egyszerűen szeretem csinálni, és szeretem a zenét. Az egész csapatnak hatalmas energiát és lendületet ad, amikor a közönség velük együtt énekli a dalaikat. DJ Venom elmondta, a közönség mellett a tagok egymást is inspirálják egy új zene megalkotásánál. A zene az mindannyiunk életének a része már nagyon-nagyon-nagyon régóta. Az együtt zenéléssel nyilván ez egy teljesen más szintre tudott lépni, de folyamatosan tudjuk egymást motiválni, nem csak a próbateremben, nem csak a színpadon, hanem akár egy beszélgetésben is, és mindig tudunk egymásnak valami olyan új dalt, valami olyan új dolgot mutatni, ami eddig ismeretlen volt, és megvan a zenekarban a jazz rajongó, megvan a rock rajongó, megvan a hip-hop rajongó, és ezt igazából így hétről hétre próbáljuk átadni egymásnak. Mint megtudtuk, vannak kilátásban új dalok a Halott Pénz házatáján, azonban ezek egyelőre még csak jegyzettömbben léteznek. Az estére a világhírű amerikai hip-hop együttes, a Black Eyed Peas tette fel a koronát. A csapat végig közvetlen volt a közönséggel, akik ezt, illetve a világslágereket hangos kiáltásokkal és tapssal hálálták meg. És bizony nem állt meg a buli. Felcsendült például az I Got a Feeling is. A több mint másfél órás koncert végén magyar zászlóval a kezükben búcsúztak. A fesztivál harmadik napján, pénteken, már kora délután sokan várakoztak kedvenc zenekaraik koncertjére. A fesztivál utolsó előtti napján többen csaptak fergeteges bulit. A rock és metal zene kedvelői aztán megkezdhették a tombolást a 26. Fezen pénteki napján. A Fehérvár színpadon az Omega Diatribe és a Cadaveres Essencia táncoltatta meg a rajongóit.
De sokan várakoztak a nagy meleg ellenére a nagy színpadnál is, hogy az első sorból élvezhessék az esti koncerteket. Nem sok mindent, mert nem nagyon járok fesztiválra. Majka koncertekre szoktam járni. Legfőképpen az Ariára. Őt várjuk a legjobban, de most megnézzük a Valhallót is, mert azt is szeretjük. Egybe mind a hármat. Az Aria, Majka, az tényleg. Jártál már korábban Fezenen? Igen. Mennyire tetszett? Nagyon jó. Nagyon jó. Mi Szlovákiából vagyunk, úgyhogy jövünk ide minden egyes évben, amikor van. Aki pedig még pihent volna az esti bulik előtt, azok barátaikkal, ismerőseikkel a fák árnyékában hűsölhettek. A szervezők az idei évben több díszlettel, pihenőhelyel készültek a fesztiválozóknak, valamint a délután folyamán lehetőség volt csocsóra, különféle labdajátékokra is. A megkérdezettek között akadt olyan, aki kihasználta a nyár utolsó hónapját. Gulás Csanád számára a fesztivál egy igazi kikapcsolódás. Meg kell tolni, már úgyis mindjárt nyár vége van, szóval muszáj valamit csinálni, hogy a melóból egy kicsit föl. Egy igazi felüdülés ez a Fezen Fesztivál. Volt, aki már nem először látogatott el a fesztiválra. Tavaly voltam először, nagyon jó volt, nagyon színvonalas fesztivál, úgyhogy én szeretem. Úgyhogy jövök még jövőre is. A pénteki nap talán az egyik legnagyobb népszerűségnek örvendett. Elsőként a Valhalló lépett színpadra, majd ezt követően az Ariáék adták a talpalávalót. Az este fénypontja pedig Majkáék koncertje volt. Szombaton elérkezett a fesztivál utolsó napja. A rockzene kedvelői bőven találtak programot maguknak aznap. A Fezen a Depresszió zenekar lemezbemutató turnéjának a része volt, így az új lemezről 4-5 dal is elhangzott a népszerű számokon kívül. Én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült koncert volt a korai időpont ellenére is, de azt gondolom, hogy nagyon erős maga a fesztivál, és meg erős volt szerintem a műsor is, tehát a line-up a többi zenekarral együtt is jól kijött. Kicsit kérdőjeles volt számunkra, hogy 6 órakor mi lesz a fogadtatás, de hát az igazság, hogy nagyon régóta járunk a Fezenre, és most is baromi jól fogadtak minket, hála az égnek, úgyhogy minden is köszönjük mindenkinek. A Fezen 4 napja több ezer embert mozgatott meg. Mint Kovács Antal, a fesztivál főszervezője elmondta, bár a színpad és a vendéglátó egységek elhelyezkedése változott, mind programban, mind nézőszámban sikerült maradandót alkotni. Amit én láttam tömegérzetben, az mindenképpen a tegnapi pénteki nap volt az, ami magasan a legerősebb volt. Nyilván utána csütörtök a Black Eyed Peas-es nap, és ugye a szerdai érkező nap volt eddig, mondjuk úgy, hogy a leggyengébb, de hát egyébként azért lássuk be, hogy egy ilyen 8-9 ezer ember azért az minden csak nem gyenge. Szombaton, a Fezen utolsó napján fellépett a Fish, a Cosmics, a Village People, Korda György és Balázs Klári, a Hammerfall és a Halloween is. Ismét vendégem a stúdióban, Iszed Boszorkány főpapnő, akivel ezúttal a negatív energiákról és a tértisztításról beszélgetünk. Köszöntelek a stúdióban. Köszöntelek, és köszöntöm a kedves tévénézőket is. Hát igen, ez egy nagyon érdekes téma, és lehet, hogy nem tudunk egy egész adásban ebbe beleme, tehát csak ezt kifejteni, mert nagyon-nagyon összetett, és nagyon-nagyon szerteágazó szintén. Tehát nagyon sok mindentől függ, ugye most itt menjünk bele inkább akkor a ingatlanok tereknek, ugye a hely, nem csak ingatlanok, tehát ez lehet irodaház, iroda bárminek a negatív rezgést adhat. Lehet, hogy nem tudják, sokan csak azt érzik, hogy nem érzik ott jól magukat. Például ezek a negatív rezgések ugye beülnek úgymond a falakba. Nagyon sokszor hallottam már olyat, amikor tényleg elmondtam, hogy mit látok és mi van, és ők is tapasztalták, tehát új építésű, új nem lakott ott senki. Igen ám, de lehet, hogy annak a területére építettek egy olyan házat, mondjuk ott volt egy régi ház, elbontották, és a tulajdonosa nem halt, tehát meghalt, de mondjuk ő ragaszkodott a házhoz, és nem kelt át a szelleme. Az a rezgés az új háznál is ott lesz, hiszen a szellemvilágban nincsenek falak, csak a mi fizikai síkunkon vannak.
Persze, hát védelmek vannak, most nem úgy kell elképzelni, hogy ott kibejárkálnak a szellemek, és látják, hogy mi fürdünk egyfolytában, de van olyan, amikor igen, tehát kapcsolatok mehetnek tönkre. Vegyük példába. Egyébként ezek sokszor szemmel láthatóak, ezek a negatív energiák, vagy inkább érzékeljük tudat inkább alatt. Érzékeljük, de lehet látni is. Na most mondok egy pár példát, és akkor a kedves tévénőzők is el tudják dönteni, hogy valóban van-e náluk, tehát én azért szeretem elmondani a példákat mindenhol, mert sajnos, és senkit nem akarok megbántani, vannak olyan spirituálisnak mondott szakemberek, akik szeretik rámondani mindenre, hogy úgy van, és akkor csak nem. Tehát amik, honnét lehet tudni, hogy van negatív rezgés, és ugye szét is bontjuk, hogy milyen negatív rezgés. Tehát, hogyha csak negatív rezgések vannak, akkor esetleg kellemetlenséget, vagy bármit okoz. De mondjuk minden esetben inkább úgy mondanám többségében, csak ugye egyik erősebb, a másik kevésbé. Például honnét lehet mindezeket tudni? Kellemetlen érzet a lakásban, hol ott az ő otthona, az ő bútorai. Kellemetlenül érzi magát, úgy érzi, mintha valaki figyelné, mintha nem lenne egyedül a lakásban, hol ott tök egyedül van. Nincs húzat, semmi, és megliben a függöny. Amikor már drasztikusabb, amikor természetesen ki van takarítva, és itt azért mondom ezeket, hogy viccesen is hozzátéve, hogy tiszta a lakás, kultúrát, és mégis úgy érzi, hogy mintha kicsit olyan rothadó illat lenne, hát nem is illat az, hanem szag, akkor már akár a démoni energiák is. Ez egy picit olyan nyers húsnak a bomló húsához hasonló az illat. És egyébként ezek bármiféle negatív hatása lehetnek a mi életünkre, tehát veszélyes is lehet akár. Így van, mindjárt rátérek arra is, csak azért gondoltam, hogy így elmondom, hogy akkor tudják a kedves tévénézők is. Igen, tehát van a bomlóhús. Tehát ezek a nagyon-nagyon nagy általánosak. Milyen problémákat okozhatnak, és nézzük azt. De ugye elsőben okozhat olyan problémát a kérdésedre válaszolva, hogy mondjuk egy ingatlan valaki el akar adni. Megfelelő az ár, jó helyen van, de nem tudják elfeladni, mert esetlegesen van egy negatív rezgés. Na most, hogyha ilyen esetben, akkor megint csak picit bontsuk le. Ha az egyik tulajdonos, mondjuk egy családról van szó, mondjuk ragaszkodik a házhoz, hiába jobba akar költözni, akkor az már egy negatív rezgést, a falak minden megtart, innétől kezdve már nehezebben tudja értékesíteni. Vagy amikor mondjuk egy elhunyt lélek van a lakásban, valakinek meghalt egy családtagja, de lehet, hogy nem halt meg, csak egyszerűen ismerte, vagy akkor valahonnét magával cipelte, és onnétől kezdve, vagy egy bútorral bevitte. Tehát ilyen is van, amikor antik bútorokat vásárolnak. Egy bútort is beviszi. Van, egy antik bútor. Mondjuk én most erre mondanék is egy példát egyszerűen, hogy biztos, ha nagyobb dolog van, nem fogja kitisztítani. Tehát most nem kell félni az antik dologtól, nem kell félni attól, hogy most valahol megvesz egy használtat. Tehát nem lehet mindig csak újat, mert még az újjal is történhet olyan, mert mondjuk a bútorboltban volt valami, és az, vagy aki készítette, és akkor már az is egy negatív. Ami a legegyszerűbb, és azt mindenképpen javaslom mindenkinek, mindig el szoktam mondani, ahol csak tudom, és ez nem kerül semmibe, ha hisz, ha nem hisz benne, szentelt vízzel meghinti azt a tárgyat, akkor már az ugye a rezgés. Nyilván, ha ahhoz kapcsolódik egy elhunyt lélek, vagy bármi, az antól nem fog kitisztulni, de a negatív dolog az már igen. Mondjuk valaki eladta a bútort, mert éppen elárverezték a lakását. Na most gondolj bele, abban mennyi fájdalom. Úgy az ingatlanba, úgy a bútorba. Most innétől kezdve, ha az nincs megtisztítva, fokozatosan annak az életébe elkezd rombolni, aki azt új tulajdonosát így mondva. Először is nagyon sokszor a semmiből betegségek. Tehát volt olyan, nem két olyan példa, hogy fölhívtak, és akkor mondták, hogy addig mi nem költöztek oda, minden rendben volt az egészségükkel. És kiderült, hogy elég komoly negatív rezgések voltak a lakásban, plusz démoni energiák. Most innétől kezdve fokozatosan ugye az energiát elszívja. Tehát ugye energiából vagyunk. Nem jön pozitív energia az illetőnek, akik ott laknak, de lehet, hogy nem tud annyi menni, mert a másik elszívja mondjuk a démoni erő, vagy egy elhunyt lélek, aki a köztes létben megrekedt, és onnétől kezdve a pest elkezd lebetegedni. Tehát előjönnek betegségek, konfliktus helyzetek.
anyagi veszteségek a semmiből, vállalkozások tudnak így tönkre menni. Számtalan olyan eset van, hogy egy irodá addig jól működött, de bement a másik üzletbe, ott meg rombolódott, és ugyanazt csinálja minden. Igen, mert mondjuk például, erre is tudok egy példát, volt egy olyan, amikor előtte kettővel, és abban az üzletben mindig tönkre ment mindenki. Igen, mert temetkezési vállalat volt. Hát ugye csak gondoljuk vele, fájdalom, fokozatosan letették, ugye hát ugye egy fájdalmas dolog, ott lepakolták. Ugye az arrébb állt, vagy éppen megszűnt, teljesen mindegy, kiadták az üzlethelyiséget. Aki ott mindig jött, mindig csődbe ment. Holott jól csinálta, egy másik helyen tök jól csinálta, igen ám, mert itt ez a sok fájdalom volt. De ugyanígy van, amikor egy családtaggal, vagy egy örökségből maradt ingatlan, amikor megy a perpatvar, hogy kié is legyen az az örökség, és mondjuk az elhunyt lélek, vagy amikor mondjuk egy elhunyt lélek, de még nem csak, hogy ingatlanoknál, még autónál, ilyeneknél is ugyanúgy folyamatosan tönkre megy, nem találják a hibát. Ezekre mind-mind kihatással van. A negatív rezgés, akár egy elhunyt lélek, bármi. Vannak azért hallani olyanokat is, hogy valaki hall valamit egy lakásban. Így van, pontosan. Tehát amikor már akkor van az, hogy hall, tehát azért mondtam a függöny, ez nagyon jó kérdés, nagyon jó, hogy föltetted, mert amikor már azt hallja, hogy recseg a padló. Persze vannak a szkeptikusok, aki azt mondja, hogy jaj, hát mozog az épület. De amikor szó szerint lépteket lehet, akkor van az, hogy biztos, hogy van nála elhunyt lélek, meg a függöny, tehát amikor ilyen drasztikusabb dolgok, biztos, hogy akár lehet az is, hogy egy démoni lények vannak, de olyan is van, amikor már szekrények kinyílnak. Na, az már akkor az a változat, amikor már sokkal. A gyerekek általában, hogyha van kisgyerek, ugye nem szívesen megy a mamához például. Mondjuk nem azért, mert nem szereti, mert szereti, de ott valamiért nem szeret. Vagy nem szívesen alszik, vagy fél éjszaka, mert ők érzékelik azokat az energiákat, sőt, a negatív rezgést, nagyon, úgy mondom, a negatív oldal, mert tisztelnünk kell azt is. Tehát tisztelettel kell, annak ellenére, én mindig azt mondom, minden oldalt tisztelni kell, és tisztelettel velük bánni, akkor csak úgy tudjuk megoldani azt a feladatot, hogy onnét úgymond átsegíteni az őt megillető helyre. Tehát a gyerekek is tulajdonképpen ilyenkor mindent látnak, jelzik. Ugye sokszor szokták mondani, hogy mit tudom én, a bácsi ott evett. Az nem biztos, hogy kitalálja a gyerek, hanem a szellemi lényt látja, vagyis hát azt a lelket látja. Az ő kis nyelvén, de mondok, hogy tényleg ez a saját családon belül is megtörtént, amikor a gyerek úgy fogalmazta meg az egyik családtag, hogy ott a farkas az ágyán, meg ott a sarokban a farkas. Az nem farkas volt, mert ugye a meséhez kötötte, hanem sajnos egy démoni lény. És ugyanúgy látta az angyalokat, amikor már úgymond az meg lett ott szüntetve, akkor mondta, hogy anya, ne ülj oda, mert ott az angyalkára ráülsz. Tehát a gyerekek ugye nagyon pici korban még nagyon sok mindent látnak. És nem mindig csak a fantáziájuk agyszülemény, akkor így mondom, hanem igenis, mert ők minden világot, minden rezgést látnak, érzékelnek. Tehát ezekre igenis oda kell figyelni. Mondom, amikor megmagyarázhatatlan, amikor sorozatos, most nem az, hogy tönkre megy, vagy például, amikor folyamatosan tönkre megy minden egy gépezet egy lakásba, akkor már el kell gondolkodni, hogy ott valami történt, ott valami van, tehát, de anyagi romlás például. Ugye ezeket mind ugye meg kell venni, meg kell javítani, ezek mind hozzátartoznak, egyik vonzza a másikat. De akkor már el kell tudni gondolkodni, hogy itt vajon mi történt. Persze ez lehet abból is, hogy kapott valaki egy átkot. Akkor még beszéljünk arról, hogy hogyan is történik a tértisztítás. Hát, az attól függ, tehát nem mindig személyesen, tehát attól függ, hogy mi van ott. Tehát én nem is nagyon szeretném elárulni, de attól függ, hogy mivel állunk szembe, mi van ott a lakásban, miről van szó, annak megfelelően kell. Tehát két egyforma nincs. Én mindig el szoktam azt is mondani az ügyfeleimnek, hogy azért, mert mondjuk
Kati néninél volt ez, és akkor szaladt hozzám, hogy ő nála is biztos van, és kiderül, hogy nem, csak mondjuk nála egy kis morzsák vannak. Az nem azt jelenti, mert nála volt mondjuk a férje, nem kelt át a fénybe, akkor nála is ugyanolyan az eset. Tehát mindig, mert aki tudja, tehát én erre úgy hívnám föl a figyelmet, hogy aki látja ezeket a dolgokat pontosan, és olyat meg tud mondani, akkor abban megbízhatnak, és az meg is tudja csinálni, és el tudja mondani. Mert nem mindegy, hogy mivel állunk szembe, és nem mindenütt ugyanúgy kell megoldani azt a feladatot. És egyébként mi saját magunk tehetünk-e bármit a tértisztítás? Hát én azt szoktam mondani, hogyha csak és kizárólag mondjuk kisebb rezgések vannak, mert ugye az auránkba beletapad, hazavisszük le. Amit nagyon-nagyon tudok javasolni, hogy mindig a felmosó vízbe. Egyszerű dolog, de nagyon hatékony. Himalája is ott beletenni. Mosógépben nem lesz semmi baja. A ruhákból is azokat a rezgékeseket, egy kis himalája is ott be, de csak a himalájai jó. Ami valódi, tehát azért azt nézzük meg. Ezek ugyanis a só tisztít, de hiszen gondoljunk bele, mindig is a só az az életet adta, és tisztította az energiákat. Kisebb dolgokat ezzel ki lehet szépen, sőt azt is meg lehet csinálni, hogy amikor mondjuk nagy takarítást csinál valaki, akkor a vízbe, azzal picit teszben nem fog foltot hagyni, tapasztalatból tudom, sőt, még olyat is meg lehet csinálni. Ezek egyszerű praktikák, én úgy mondanám, hogy nem mágia, ezek praktikák, amivel a kisebb, apró dolgokat ki tudjuk védeni. Hogy egy spriccinbe betesszük, és akkor egy kicsit átspriccinzzük vele a falat, hogy azokat a rezgéseket, tehát úgy kell elképzelni, mintha por lenne, és a portörlést meg tudjuk csinálni, de ha már festeni kell, azt már ne kezdjenek bele, mert lehet, hogy többet ártanak, mint az internetlevél, többet ártanak, mint amit csinál, használnának. Hát ezek egy bizony érdekes praktikák, és valószínűleg sokan ezekről nem hallottak. Biztos. Legközelebb is várunk vissza a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és mindenkit üdvözlök. Köszönöm szépen. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! Műsorunkat Iszett mágus boszorkány főpapnő, az ősi egyiptomi mágia papnője támogatta. www.iszett.hu A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.